Sziasztok, ismét útra kell az Unciájárat, és most Papp Lajos fogjuk meglátogatni, ugye megyünk Komáromba, és utána pedig majd vele találkozunk, meglátogatjuk tetszésén, elkísérjük őt, megnézzük a felkészülését, mivel május 18-án mérkőzése lesz. Szóval bátorítjuk egy kicsit. Sziasztok! Itt vagyunk a Legacy Fans klubba, ahol Papp Lajos napját kísérjük végig, aki május 18-án az RFA keretein belül lép Ketrezbe, szurkoljunk neki! Ahogy láthatjátok, a Legacy Fight Club nem arról híres, hogy kímélik egymást a srácok. De ez kell is ahhoz, hogy Papp Lajos kellően felkészüljön a május 18-ai mérkőzésére, ami ezúttal félnehéz súlyban lesz. A szinte egy hazai környezetet szeretnék kihasználni, hogy legyőzetse ellenfelét. Túl is vagy a mai nap folyamán az első edzéseden. Mesélj arról, hogy hol is vagyunk és mi is zajlott. Jelenleg itt vagyunk Somorja mellett, Kvetoszlava van. Itt a Legacy Fight Clubban, ez a egyik régi birkózó barátomnak a klubja. Ő csinált, ami szerintem igazából ebben a teremben minden megtalálható. Az elején főleg ilyen drilleket csináltunk, ilyen faltechnikákat, drilleket, meneküléseket, felállásokat, utána pedig falnál küzdőztünk, utána a végén meg egy kis levezető, ilyen kézgyorsítás, igazából ennyi volt, ilyen lájtos délelőtti program. Mennyit szoktál ide járni, hogyha egy felkészülési időszakban vagy, heti rendszerességgel, vagy inkább naponta? Hát próbálok úgyhogy minden héten legalább egyszer eljönni. Most úgy jött ki, hogy úgy tudtam összerakni a programot, hogy csütörtök délelőtt idejövök, akkor itt pihenek egyet a délutáni edzés előtt, és akkor délután megmegyek Pozsonyba, Ofába a nehéz fiúkhoz. Ahogy mondtad is, folytatjuk az utunkat, szóval tartsatok velünk! A hangulatra az egész út során nem volt panasz, sőt, azonban valakinek edzenie is kellett, ehhez pedig az Ofa terem az egyik legalkalmasabb. Lajos a korábbi Bellator világbajnok Vég Attilával készült, aki Carlos Vermora elleni nagy csatájára koncentrál, éppen ezért csak néhány pillanatot vehetünk fel ezekből a szituációkból. Hány ingerbe kergettem a csapat? Fáradtan is erős, mint a többet. Itt is ért volna az egész látogatás, ha nem beszélgettünk kicsit hosszabban Lajossal a közelgő mérkőzéséről, amit egy külön videóban nézhettek meg. Most viszont bemutatjuk azt a helyet, ahol elkezdődött Lajos számára az MMA. Íme a Volt Fight Club. Végezetül megérkeztünk oda, ahol a számodra elkezdődött az MMA, hogyha jól tudom. Mesélj erre egy kicsit, hol is vagyunk, és hogyan is történt az, hogy te erre az útra léptél. Igen, ez itt a szentély, ez a Volt Fight Club, itt Komáromban. Itt kezdtem el az MMA-t, azóta is igazából itt vagyok, csak eljárok a nehéz súlyakkal edzeni. És igazából nem is tudom, hogy csöppentem bele. Ugye ezt meséltem nálad is, hogy sok volt a buli, meg mit tudom, hogy mindig ki akartam próbálni. Lejöttem ide egy edzésre, és igazából azóta itt vagyok. Van ketrecünk, zsákok, kondirész, van 100 négyzetméter tataminkunk, úgyhogy van hely bőven. Más nem tudok nagyon mondani erről. Heti hány napot töltesz itt? Azért az életed nagy részét itt töltöd, nem? Hát igen, meg amikor nem is edzek, akkor is. Hogyha nincs felkészülési időszak, akkor hétfőtől péntekig, de sokszor, amikor végzek masszörnél, vagy fizioterapeutánál, akkor is idejövök, nem megyek haza, hanem idejövök, akkor ott egy kanapé, az az enyém, ott szoktam feküdni, esetleg nézem a edzőm, hogy tartja a magánedzéseket, vagy besegítek időt mérni, vagy ilyesmi. Engedi az edzőt, hogy pihenje? Hát olyankor muszáj, még az én melóm előtt még ki frissnek és üdének kell lennem, úgyhogy igen. Milyen a kapcsolatod az edződdel? Mesélj erről egy kicsit, hiszen azért ő is szerves része annak, hogy te már itt tartasz. Utáljuk egymást. Nem, nagyon jóban vagyunk. Igazából ez ilyen
baráti viszony, meg ő is segít nekem sokat. Hál' Istennek így a karrierem szempontjából is, meg szponzorok szempontjából is. Szóval szerintem azért nem sok ilyen edző és tanítványa kapcsolat van. Mit tanácsolnál, miért jöjjenek ide edzeni a fiatal srácok, akik olyan sikereket akarnak elérni, mint te? Edzhetnek velem. Nem, igazából azért jó, mert itt ugye nem az van, hogy sok hobbistával is edzek, szóval nem az van, hogy ide lejönnek valakik, mindenki az próbálja, akivel találkozok, hogy nem merek hozzátok lemenni, mert hogy elvertek, mert mit tudom én, meg ilyesmi, de erről szó sincs. Mindenkivel úgy megyek én is, csapattársam is, mindenkivel, ki milyen szinten áll. Szóval látom, hogy tud boxolni, akkor kicsit jobban boxolok, ha tud jitsuzni, akkor jobban megyek jitsuval vele. Szóval így mindenkivel úgy megyek, hogy azonos szintjén próbálok vele, hogy ő is fejlődjön. Nekem meg ugye nem árt ezek a technikák, drillek, meg ilyesmi. Ezzel véget ért is a napunk, ugye megyünk most már a vasútállomásra, mi haza, te is haza, ugye. Igen. És hát tényleg köszönjük szépen, hogy beengedtél minket a napodba, és hát tényleg sok sikert kívánunk neked a mérkőzésedre előre is. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy velem tartottatok. Ez most egy ilyen nap volt, reggel, mikor találkoztál? Hát fél nyolctól, hát most is fél nyolc van, szóval ez ilyen lájtos 12 órás turné volt, úgyhogy ja, köszönöm, hogy eljöttetek. Én köszönöm.